Szitás Veronika egy tipikus 20-as éveiben járó városi lány, aki a pandémia idején merész döntés hozott és feladta a városi életet. Kassa városától alig fél órányira Bódó vendégében vásárolt egy parasztházat, és köré egy varázslatos farmot teremtett tele állatokkal. Azóta már 4 év telt el, és Veronika állatfarmja 77 jószággal gyarapodott. Az állattartás nem csak a városiak számára jelent kihívást, Veronika ma már egy farfekvéses kecske ellésével is megbirkózik. Ismerjék meg a fiatal csinos farmerlány történetét, aki bátran szembenézett a vidéki élet kihívásaival, és sikereket ér el az új életében. Városi vagyok, eljöttem vidékre. Még most se tudom igazából, hogy ki vagyok, meg hogy ki leszek, de amit csinálok, azt szeretem csinálni. És itt találtam meg eddigi életem során a legnyugodtabb éveimet. Körülbelül 3 éve vettem ezt a házat, ez egy nagyon régi falusi ház. Így a külseje az körülbelül az 50-es években került rá, de az alapok azok sokkal régebbiek. Gyertek velem, megmutatom a farmot. Ezek mentett tyúkok, tehát egy ilyen tyúkfarmról hoztuk őket. Épp érkeztünk megvenni párat, 25-öt hoztunk idén, mert rá egy hétre már mindegyiket likvidálták volna. Rengeteg mindent kipróbáltam, tehát én egy ilyen kicsit ilyen kereső ember típus vagyok. Volt irodai munkahelyem, voltam gyárban is, üzletekben is, próbáltam a marketinggel is foglalkozni, úgyhogy a kertészkedés és az állattartás az egy nagy álmom volt, amit most tudtam megvalósítani, és szerintem maradok is ebben az életstílusban. Eljöttem falura, kicsit furcsálódták az emberek, főleg így a szomszédok, hogy fú, Veronika itt lakik egyedül, most mit csinál ő itt egyedül, és nem tudták elképzelni, hogy engem mi tart itt. Tehát se munka lehetőség nincs, se diszkó, se szórakozóhely, semmi olyan, ami egy fiatal lányt érdekelne. És ahogy az első 2 kecskét elhoztuk, hát azt hitték, hogy ja, majd 2 hónapig érdekelni fog minket a kecsketartás, aztán túladunk rajtuk. Hát nem így alakult. Megvannak a tojások. Mehetünk a következő dologra. Azért lett kecském, mert én tehenet szerettem volna. És tehenem nem lehetett, mert apum azt mondta, hogy ezt nem vállalja. Tehát nekem apum segít mindenben. Nagyon sok munkával jár a szénabetakarítás. És azért egy tehén az többet eszik. Az első fejésem akkor volt, amikor az első 2 kecskét elhoztuk. Tehát ott a farmon megmutatta nekem a nő, hát kb. Annyi volt, hogy fogta a tőgyét a kecskének, és akkor kb. Ennyit mutatott, és hogy utánozzam le. Hát iszonyat nehéz volt, nem ment nekem. Ki is röhögött, hogy majd hogy hazaviszem a kecskéket, és nem tudok fejni. Valahogy magunktól megtanultuk, hogy kell. Az első kecske szülésem az nagyon gusztustalan volt. Én így, tehát én még nem éltem át szülést. Ahogy az egész elindult, nem tudtam mi micsoda, hogy ez most a méhlepény, vagy ez a burok, de szerencsére az első szülés az rendben ment, úgyhogy a következő az már sokkal lazább volt. Múlt éven volt egy bonyolult szülés, farfekvéses volt a kecske. Ki kellett húznom a kecskét, be kellett nyúlnom a kecskébe, ki kellett húznom. Ösztönből, nem tudom, annyira ott volt bennem, hogy meg kell mentenem, mert már így fordult ki szegény anyakecskének a szeme. Nagyon szeretem ezt az új életemet, 77 állat függ tőlem, és 77 állat viszonozza azt a törődést, meg a szeretetet, amit én feléjük nyújtok. Most így, hogy összehasonlítom a városi életemet, meg a falusit, én azt merem mondani, hogy állatokkal sokkal könnyebb dolgozni, mint emberekkel, és nincs emberundorom,
valahol a lelkemnek szüksége van arra, hogy kikapcsolódjak az állatok mellett. Szeretek itt ülni és csak úgy nézni az esőt, olyan megnyugtató ez a padlás. És a nagy álmom, hogy egyszer lesz egy tehenem, vagy lovak. Tehát én így a nagyobb testű állatokat is nagyon szeretem.